járda és parkolóépítés, a belterületi utak és a vízelvezető rendszer felújítása. Ezek is részei a Fidesz-KDNP báltaszéki polgármester jelöltje által meghirdetett programnak. Tölgyesi Márk erről a helyi művelődési házban tartott kampányrendezvényen beszélt. Azt mondta, ezek mellett a helyi egészségügyi alapellátást és a tömegközlekedést is fejleszteni. Egy korszerű, klimatizált buszvárót építünk, megfelelő, szociális blokkal ellátva. Én azt gondolom, hogy egy város megérdemel egy ilyen buszvárót, ez a minimum. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, a teltházas rendezvényen arról beszélt, hogy Bátaszék a mostaninál több állami támogatást is igénybe tudna venni. Egy hasonló mértékű településen mennyi forrás, mennyi pályázat jelenik meg, ami adott esetben a helyi közösség javát szolgálja, ebben sajnos Bátaszék nagyon elmaradt. A rendezvényen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vett. Ő azt mondta, hogy egy település fejlődéséhez és ahhoz, hogy egy önkormányzat hatékonyan tudja felhasználni az uniós forrásokat, arra van szükség, hogy a polgármester és a kormány közötti munkát jó együttműködés jellemezze. Kis préseljük Brüsszelből azt, hogy olyan elsősülnek a fejlesztési pénzek, és olyan pénzek, amik a magyar gazdaság, a magyar településeknek a fejlődését biztosítja, és így tovább. Az első szintet abszolváltuk azáltal, hogy a magyar nép bölcsességéből kifolyólag nemzethű képviselők vannak Brüsszelben, akik ott a magyar nemzeti érdekeket képviselik. Az önkormányzati választásokat Magyarországon most vasárnap, október 13-án tartják.